Szép napot kívánok, Karcag, 2016. július 1-én, ezen a csodálatos, árnyékosnak vagy borultnak nem mondható nyári kora délutánon. Bemutatnám a fiúkat, és kérem, hogy szakadjanak le bájos kísérőnkről, mert így nem fog működni a műsor. Tehát elsőként köszöntse kirobbanó Taps Horváth Ferenc Vinetut gurul be a gyorsító zónába, és egy hátsó kerékre kiállással üdvözli az őt tapsolókat. Horváth Ferenc Vinetu, 20 pár esztendős és legelegánsabb bringásunk, köszönheti ezt annak, hogy 190 cm magas. A legtapasztaltabb és talán a legokosabb közülünk Lentár Gábor, akinek majdnem sikerült felállítani a bóját, azt hiszem megvan a kihívás erre a napra. Lentár Gábor programozó, Morgan Stanley alkalmazottja, a csapat fiatalja, és nem lehet azt mondani, hogy nyeretlene, mert a fiatalkora ellenére egy roppant tehetséges brigás, és fel is állította az oszlopot. Katona Máté és Penolt egy betámasztó snúlkézzel, roppant elegáns mozdulattal, és most megadja a lehetőséget a fiúknak, hogy ugyanezt megcsinálják. Hát én ebben a versenyben nem szállok bele, mert csúnyán kikap lépés egy profi, azt tudja, hogy mit szabad, mit nem. Engem Nagy Attilának hívnak, és én igazándiból a hangulatért felelek. Ez egy olyan bringás stand-up, hogyha az a baj, hogy bringából se vagyok jó, stand-upból se, de a kettő együtt elviselhető kategóriájú. Na nézzük, Horváth Feri is felállított az oszlopot, és kezdi is a bemelegítő hátrafelé gurulás. Az oszlop irányába lehet, hogy még döntés is lesz, tapsolni ér. Bátran, két részre oszlott a közönség, van a box, és van a célkapu közönségünk. A célkapu közönség távcsövet használ a nézéshez, viszont nagyon jó, mert nem zavarja őket semmi a távolságban, mivel széles út áll rendelkezésünkre. Katona Máté gurul neki hátsó keréken a boxnak, és egy fékivel, azaz hátrafelé gurulással állítja meg a lendületét, aztán egy 360 fordulat és egy 180-as. Egy tapsot kérek szépen a fiatal embernek, aki tényleg korát meghazudtolóan ügyesen bánik ebben a kétkerekűvel. Ha már van egy ilyen negyedívünk, akkor ugorjunk fel rajta, és próbáljunk meg visszatalálni a dívre. Persze, ha dumál az ember, akkor nem mindig sikerül. Lentár Gábor nem rendeltetésszerűen egykerekezik a GT kerékpárjával, amit nem sokára egy CTM típusú bicikli vált fel, csak nem érkezett meg erre a hétre. Itt van ismét Spenót, 19 esztendős tanuló, egy kormánypörgetés. Ez az fiú, csak okosan, ügyesen, ahogy tanultam annak idején. Vinetú kiáll hátsó kerékre, és nagyon hamar visszaszerte. Ez azt jelenti, hogy ő most így akarta. Érkezik Spenolt, ez az új performance-ok lesz, úgy látszik. Egy food jam, egy nagy tapsot kérek szépen, mert a food jam-et a csapatból jelenleg csak ő tudja végrehajtani. Ugye ez az, illetve egy picit én is végre tudom, de én nem tudok visszaugrani. Egy food jam hátsó kerékről vissza, és be, de ez csak ilyen kamu food jam. Ez nem érvényes a versenyen. Nézzük, ismét Spenót kap lehetőséget. Spenót kiáll hátsó kerékápi, és majdnem! Lesz ez még jobb is, de nem akarom lelőni a poén. Spenót volt. Na nézzük akkor a boxot. A box tetejére következnek a kisebb trükkök. Ez egy betámasztós nullkéz volt. Elengedem a kormányt, és visszafogok időben, ez az sikerült. Ezt és nélkül Lenti ezt tovább fejlesztette, és belerak egy kormánypörgetést. Valahogy úgy, és nagyon jó, 180-as fordított most ezúttal rajta. Ehhez volt kedve, utána pedig popsi csúszott le. Nézzük, hogy néz ez ki szabályosan, és ott a KP-tektorok, amiket elhelyezett testén, megvédték a sérüléstől. Hát ez a nagy különbség, hogy az országutisok 60-nal tekernek a sprintnél, egy szál tapi nasziban és mezben. Néz ki, hogy meghajtjuk a bringát, elugrunk, le a láb, és vissza! A sárga sapkás úr nagyon jól esik a biztatás, és ott egy nulláb kenken, Spenót, és ott a vászpörgetés. Jönnek a forgások, hogy is néz ki, hogy kell megtenni az első forgó lépést, ami ugye egy butaság, mert itt egy lehet jobbra vagy balra, általában a pedál, ő jobbra fordul, mint a mellékelt ábra is mutatja, Fini fordítva, és itt van egy kis kombináció, egy 360 fokos frankat, de egy kis biztatással át lehet ugrani ezt a boxot. És
és rögtön utána érkezik Horváth, majd Spenó, és az a végén Lenti. És ami így néz ki, ez már is Spenó! Nem szoktunk nevetni. Ez szép, a dedikált betámasztós nukész helyett egy a legszebben, ez pedig egy bus driver, a kormányt a sofőrök, és lenti kívülási pontra, és emel, majd mindjárt kilemül, és a beszáll ki utat, azt van, akkor persze nem, és az Ferenc, és egy ér volt, Antola Márt és Benó! És az indiáne! Ott van! És ott van! Szeres fiú, menjek ki! Ott van! És... Na, hogy szép, Gábor! Legyen az a fél szaltó! Portale! És a Flair! A box színére! Ahogy itt karcagon, milyen szép lányok vannak, meg anyukák, meg pláne. Egyik biciklin sincs pedál. Ladies and gents, hölgyeim és uraim, Dörgönye Levente tegye fel a kezét. Bravo, Levikém, Dörgönye pirosban. In red, Mr. Dörgönye from Hungary. Nagyon-nagyon-nagyon egybe vagyunk. Ellenfele Lőrinci Mátyás következik. Matyikám, kezeket föl. Egyelőre matróz cuccban van, tehát vízen is ugyanilyen jó, mint szárazon. El kell mennetek, egy óriási bal kanyar, egy bójasor lesz, az egyik felén el, másik felén vissza, és ugyanitt a célba érkezés. Aki előbb célba érkezik, az a győztes. Elkékülni. Virág. Csaj! Gyerekek! Óriási tempó, kenguru! Kenguruban néz! Nyomod, nyomod! Kerül! Próbálj meg kenguruba menni! Dunding, dunding, dunding! Hát ez szédületes, óriási! Nek megcsillant az agyában egy. Rátettünk ilyen mankó kereket a biciklire két oldalt, a legnagyobb hülyeség, és megtanult biciklizni. Azt akkor fixa főszerelem a pedált, azt egyedül is tud. Így kell megtanulni biciklizni. Ezek már ilyen tanuló biciklik, azért vannak kitalálva. Hála Isten, hogy már leszoktunk arról. Volt esetleg ilyen hülyeséget még manapság csinál valaki? Volt olyan, akinek még most is volt ilyen kis oldalkereke a biciklén? Azonnal szereljék le. Azon nyomva. Gyerekek, annyira mentél, Evikém, hát lekopott a papucs a talpadról. Figyelj, ellopta a papucsodat az a kopasz. Fucsut, menj utána a biciklivel! Dörgönye Levente! Na jó van, meg kell mostod a talpad, azt hiszem, most tapsa célba érkezőnek. Most ebben a percben tanult meg biciklizni? Tegnap? Gratulálunk! Tegnap tanult meg kerékpározni. Hogy a nővéredet miért hoztad el? Ki az neked? Nagyon-nagyon hasonlít rá tényleg a nővéred? Tóth Robert Ádám. Bocsánat, nem figyeltem. Sóti Gábor Ákos és Lászok László. És egy tessék fölvenni egy fejvédőt, mert műfej nincs. Ha a fejed elveszik, nagy baj van. Lacikám, megmondod, hogy szeretnél első lenni? Leszek. Jó, hogy leszek! Öt versenyző a rajtnál, mindenki első akar lenni. Hú, de izgulok, hú, de izgulok. Megvan? Jó vagy? Nem szó? Rajt! Gyerünk! Tandara! Oda néz! A külső íven, de gyorsan! Itt a meg is kiabálnak! Nagyon jók lettok még a végén, célfotón kell! A kék bicikli! A kék biciklis előzött egyet a vég! Elkészülni! Rúj! Itt azért ugye egészen másképp érti, egy egész komoly országúti kerékpár egészen másként lendül meg a versenyben, egészen más tempóban végig sportolója elsőnek, nagy tapsot érdemes, szép volt Zsombor!
Gratulálunk a célban. Györgönye, lemente az aranyérmes. Szóljon nektek is a Tour de Hungrie hivatalos dala. Az eredmény hirdetéskor ugyanezt fogjuk hallani. Kovács Áron készítette a zenekarával. Szóljon nektek is. És hangerőt kérünk szépen. Második, Lőrinci Mátyás. Maradj, dör, Mr. Dörgönye, maradjon. Köszönöm. Lőrinci Mátyás a második. Állj fel te is a dobogóra, amelyiken két vonal van. Lesz meg melyik az. Te vagy a második. Figyelj. Nyugodtan tapsoljuk meg a versenyzőket, a gyerekeket, hogy legközelebb is itt álljanak, és egyszer majd őnekik is szurkoljunk ott a Tibetitől, illetve a nemzetközi mezőnben legyenek kerékpárosok. A 2008-as évjáratban a lányok versenyében első helyezést ért el Mao Dorina. Mako Dorina. Nagy tapsot neki! Üldöznek ketten, támadnak százan, húznak kicsit, és jók leszünk párban. Figyelj, Dorina! Megengeded, hogy a győztes fiút is oda hívjuk mellé? Sőt, gondoltam egyből. Ugyanebben az évjáratban a fiúknál első helyezett Lőrinci Zsigmond. Állj fel a dobogóra, Dorina mellé! Föl, azaz. Egy kisebb esés után, de győzelem. Most fényképeznek, előre nézzetek. A 2006-2007-es korosztályban első helyezést ért el Tóth Róbert Ádám. Óriási csatában a hajrában tudott diadalmaskodni. Második, Sóti Gábor Ákos. Harmadik helyen Lázok László. Lázok László. Fogadjunk már fagyizik, nem igaz, komolyan mondom. Laca! 2004-es korosztályban a legidősebbek versenyében első helyezést ért el Pál Zsombor. BKS-i content felszerelésében, nagyon elegáns. Ugyanebben a felszerelésben a profik között is van egy csapat. Második helyen Sós Ádám. És a harmadik helyen Lázok János. Karcagváros tábláját, akkor a városban 2 kilométer kell megtenni. Nyilván a szekevény páros ér majd a város táblához eddig. Ez azt jelenti, hogy most már 30 másodperc meglátja a város szélét. Itt jönnek az üldözők. Most jön a körforgalom. Jaj, csak okosan gyerekek, nehogy baj legyen. Óriási tempó volt. Ellátunk a világ végéig, nagyon-nagyon szép cél egyenes. Egy kicsit ível a kanyar, a templom felőli oldalról nem annyira jól látni, de a másik oldalnak nagyon-nagyon jó képben van. Szép szakad a mező is, itt vannak egymás mögött, fantasztikus! Fantasztikus a különbség, egészen leolvad! Micsoda tempó az utolsó métereken az eddigi legszebb befutó karcagé! Gyerünk! Hazaír a szökés! Hely, menjen onnan! A luxemburgi csapat behozza az ember! Fantasztikus! És látták a fehér pólós? Látták a fehér trikós? 20 éves afrikai fiú! Megveri a mezőn, milyen erőre van! Épp a fiú! Gyerekek! Hát ez csoda volt! Ezt kell visszanézni 25-ször! Körbe-körbe az ágykönyv, de szép volt! Hőj, de csodálatos! Taps meg nem áll! Itt a Fixis egyik szuper csapata! Amíg be nem ér az egész mezőny, zárjuk szívünket!
szemünkbe, és ők is minket. A legjobb közönség, a Karcagi. Hű! Ez fantasztikus volt. És a kivetítő, már ismételjük a célba érkezést. Nézzék! Nem tudom, az is ilyen luxemburgi csapat versenyzője. Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, a 37. Tour de Hongrie harmadik szakasz eredményhirdetése következik. Tisztelettel kérem föl a díjak átadására Dobos László urat, Karcag város polgármesterét. Harmadik helyezett, third place today, Ahmed Amine Galdone, Delio Gallina Colissio. Az olasz csapat versenyzője a harmadik helyezett a mai napon. Ő jött a mezőny elején, de nem sikerült utolérnie. Polgármester úr adja át az érmet, a versenyzőknek gratulál Eisen Krammer Károly, a verseny főrendezője. Második helyezett, second place today, Bruno Maltar, Ljubljana, Radenska, Szlovénia. Szlovéniából érkezett kerekes. Helyen. És a szakasz győztese, winner today, Gediminas Kaunas, Team Vitranglas. Talán gyerekes a luxemburgi csapat versenyzőjeként megnyeri a versenyt. Vastagszat érdemel. A legjobb három a dobogó. Sophie von Bölium. Köszönöm a első szokra. Szép volt, guys! Köszönöm szépen! Thank you very much! Ismerkedjünk meg sorban egymás után azokkal a versenyzőkkel, akik a holnapi versenynapon, amelyik innét Karcagról rajtol, a király szakasznak nevezzük, és a kékestetőn fejeződik be, a különböző színű trikókat viseli. A Rádió Rock FM sárga trikójának átadása következik. Tisztelettel kérem föl Dobos László, Karcagváros polgármesterét a sárga trikó átadására. A sárga trikóban én, Radio Rock Yellow Jersey, Mikkel Reim, Cycling Academy. A második napon, az első szakaszon vette fel a sárga trikót, és harmadszor is megvédi. Harmadik alkalommal Mikkel Reim viseli az összetetben első helyen álló versenyzőnek járó Rádió Rock sárga trikó. Csinos hölgy is jár ilyenkor a dobogóra a versenyző mellé. Michael Reim.
thank you very much. Köszönöm szépen, gratulálunk, és további szerencsét. Good luck. Jöjjön egy következő pontverseny, a zöld trikó átadása. A Bringa Sport nagydíjért a sprint versenyek legjobbjának járó zöld trikó átadása következik. A díjat átadja Szepesi Tibor, Karcag város képviselője. A Bringa Sport zöld trikójában én, Bringa Sport Green Jersey, Ahmed Amne Galdone, Delio Galina Calicio. Congrats and good luck! Következik a piros színű trikó. Érdekessége ennek a piros színű trikónak, hogy a hegyi verseny díjáért adjuk át, de mai napon nem volt hegy. Ceglétől Karcagig nincs hegy az útvonalon, valami oknál fogva, nem tudom miért. Így a Fanik piros trikójának átadása következik. Dobos László, Karcagváros polgármestere adja át ezt a díjat. És nem meglepő, a mai napon teljesen könnyedén vette a dolgot, semmit nem kockáztatva. Én, Fanik, Red Jersey, Adrian Gjolberg, Team Fixit.no, a norvég fiúi a piros trikó. Na holnap lesz kérdés, hogy meg tudja védeni a kékes tetőre. Megfelelő színben, és a vastag. Én Fanik Red Jersey. Bravo Adrian! Lépünk egyel tovább. Az OTP Bank jóvoltából a versenyszervező bizottsága a fehér színű OTP Junior trikót is kiosztja. Ez a trikó pedig a fiatal versenyzők között legjobbaknak jár. Tisztelettel kérem föl Szentesi Lajosnét, az OTP Bank karcagi fiókjának vezetőjét a díj átadására. Fehér trikóban én OTP Junior, White Jersey, Ahmed Amine Galdone. A mindössze 20 éves fiatalember ebben a kategóriában is első. A Delio Galina Colissio csapat versenyzője.
Katalin segített a póló feladásában. Gratulálunk! És Ahmed, hogy egy afrikai srác, szép fekete bőre van, kap mellé egy fehér bőrűt, egy fehér ruhában. Egy fekete, egy fehér. Szépek vagytok! Köszönöm szépen, és kérem a lányokat maradjanak, hiszen visszahívjuk az összes trikóst. Ismerkedjünk meg valamennyi trikóssal. Fönn a dobogón, all together, all jerseys on the podium. Hölgyeim és uraim, két külön díj átadása következik. Először Cegléd város külön díja következik, a ceglédi sprint verseny győztesének. Tisztelettel kérem föl Cegléd város díjának átadására Takács László urat, Cegléd város polgármesterét. És szívből köszönöm, hogy megtisztelte jelenlétével a díjátadás. Hölgyeim és uraim, a ceglédi sprint győztese, Virov Sprint Cegléd, Ahmed Amine Gadone! Negyedszer megy fel a dobogóra a marokkói fiú, elképesztő! És még csak 20 éves. Köszönöm szépen, és következzen Karcag város külön díja. Karcag város külön díjat ajánlott föl a mai szakaszon legjobb helyezést elérő magyar versenyző számára. Tisztelettel kérem a díjak átadására Dobos László urat, Karcag város polgármesterét, és Szepesi Tibor urat, Karcag város képviselőjét. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy a szomszéd vár kerékpáros csapatából a legjobb versenyző a mai napon, Kovács Máté, DKS-i Debrecen! Azt kívánom Máténak, hogy jövőre a Tour de Hongrin, akár itt Karcagon, egy sárga trikót kelljen becipzározni. Egyszerűen Grammer Gároly gratulál a legjobb magyarnak a mai napon. Bravo Máté, neked szól a taps! Hajrá a magyarok a zenében! Köszöntöm nézőket, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk, hiszen izgalmas perceken vagyunk túl, azt hiszem, hogy Karcag ismét beírta a túrok történetébe a nevét, hiszen ez volt a leglátványosabb futam, azt mondták itt a szervezők. Hát igen, itt a fő speakerrel beszélgettem, és azt mondta, hogy ez valami csoda, hogy a Karcag tábla környékén mindig borul a sorrend, vagy borulni látszik, és teljesen kiszámíthatatlanul válik a befutó. Hát nagyon izgalmas volt, mondhatnám, hogy az első kettő között talán célfotó kell, hogy döntsön. Egy biztos, hogy ilyenkor mindig az a menet, hogy a zsűri összeül és elemzik a verseny menetét, nagyon keményen odafigyel, hogy történtek-e szabálytalanok, vagy valamilyen olyan probléma, ami akadályozhatta volna bármelyik versenyzőt. Egy biztos, hogy ez is feladja a leckét a zsűrinek, mert
el kell dönteni, hogy milyen sorrendben értek be a versenyzők. Nyilvánvalóan a technika fog segíteni számukra. Egy biztos, hogy a közönség, aki ide látogatott, az remekül szórakozhatott, mert kiváló jó versenyt láttunk. Igen, itt követhettük mi is a kivetítőn, és a körforgalomnál igazándiból ott oszlott meg egy picit, de addig nagyon együtt jött a mezőny, és utána már nem is nagyon szakadoztak le egymástól. Hát ez, ahogy én néztem még otthon a tévében, az változott azért, mert hogy voltak szökevények, volt egy négyes boly, amelyik elindult, aztán a négyes bolyból kettes boly maradt, aztán így alakult a dolog, és már el is könyvelte mindenki, hogy tulajdonképpen a szökevények simán bejutnak mindenféle megerőltetés nélkül, ha egyáltalán már ezt a kifejezést lehet használni egy 185 km-es szakasznak a vége felé. De hát nem így történt, mert általában a mezőny beszokta szippantani a szökevényeket, és hát ha egy 200 méterrel hosszabb ez a táv, akkor lehet, hogy ez meg is történik. Lényeg az, hogy végtelenül izgalmas volt, és hát hogyha erről leszünk híresek, az nem annyira nagy baj, mert akkor természetesen még több érdeklődő fogja kísérni ezt a karcagi futam szakasz végét, befutót élvezni, nézni. Itt elmondták az átadásokor, hogy egyszínű trikót nem adtak át, hiszen hegyi menet nem volt, de holnap azért a királyi menetre indulnak, tehát azt gondolom, hogy itt Karcagon mindenki kipiheni magát, és holnap indul innen a Kékestetőig a start. Hát nem lesz könnyű szakasz a holnapi, főleg, hogyha ilyen meleg és párás lesz az időjárás. Hát igen, ez egy síkabb területen, de hosszú távot kellett legyőzni. Holnapi napon egy picivel rövidebb lesz, viszont nagyon kemény emelkedőkkel, és hát nem csak maga a kékes, hanem odáig el is kell jutni, dimbes, dombos, le, föl, ami ugyanúgy kiveszi az erőt a kerekesekből. Meglátjuk, hogy hogy alakul a verseny. Hát vannak specialisták, hegyi menők, vannak, akik a sprintre álltak be. Így izgalmas ez a verseny. Mint sportembert kérdezném, hogy ilyenkor mikor dől el, amikor fölül egy versenyző és elindítják, akkortól már csak a versenyre gondol, és semmi más külső tényező nem érdekli, tehát az első percről erre koncentrál, és semmi nem zavarhatja meg. Hát én kerékpáros nem voltam, de nyilvánvalóan a sportokat azért lehet összehasonlítani. Az biztos, hogyha egy versenyző nem magára a versenyre koncentrálott, valami differencia van, tehát az biztos, hogy nem lesz eredményes. Nyilvánvalóan akkor ki kell, hogy kapcsolja az agyát, arra kell, hogy koncentráljon, fókuszáljon, akkor lehet eredményes. Itt ezek a versenyek nem csak fizikálisan dőlnek el, hanem agyban is, fejben is ott kell lenni, mint más egyéb sportágnál. Tehát a kettő együtt működik, ezért is van szükség egy nagyon-nagyon gyors regenerálódásra a délután, illetve az este folyamán, hogy tiszta fejjel lehessen neki indulni a következő szakasznak. Reméljük, hogy szombaton a rajtnál sem lesz semmi, és mindenki elindul egészségesen, és meg is fog érkezni Kékestetőre, és akkor reméljük, hogy találkozunk jövőre az újabb futamon. Hát remélem én is, hogy nem lesz semmiféle sérülés, az egy szörnyű dolog egy sportember életében, hogyha valami húzódás, vagy bármi olyan sérülés, szakadás akadályozna a rajtban. Ilyet nem hallottam, nem tapasztaltam, szerintem itt lesz mindenki, aki most befutott. Ha már ennyit taposott, letekert, hát már most nem sok van hátra, igaz, hogy ez egy kemény menet lesz úgy szintén, de biztos vagyok abban, ezeket a fiúkat, fiatal embereket nézve, hogy kemény elszánt fickók, és ott lesznek. Reméljük így lesz, köszönjük szépen! Én köszönöm, és további jó szurkolást kívánok mindenkinek! Itt mögöttünk már javában lezárult a verseny, és azért még mindig van mit tenni ahhoz, hogy holnap a start az rendesen induljon. Ezen már meg arról beszélgetünk. Nagyon látványos volt a futam, amikor itt voltunk a sajtótájékoztatón néhány nappal ezelőtt, nem gondoltuk, hogy Karcag megint ilyen látványos futammal tudja segíteni a versenyzőket. Hát fantasztikus befutó volt, én 500 méteren álltam a cél előtt 500 méterrel, és ott suhantam a mezőny előttünk, és ott nem tudtuk eldönteni, hogy utolérte vajon a mezőny a szökést vagy sem, de aztán nem érte utol. De hát 185, közel 200 km ugye a mai nap, és
ugye hát nem tudom mennyi volt a hőmérséklet, de 38-40 fok biztos volt ma, igazi kánikula, kevés árnyék. Még arra beszéltünk délőtt, a UCI bíró és a zsűri arról beszélt, hogy elképzelhető az is egy új szabály módosítás miatt, hogyha a versenyzők kérik, hogy a hőség elviselhetetlen, akkor lehet, hogy megállítjuk a versenyt. Ez is fölmerült ma, hogy nem tudunk végigjönni a teljes távon. Ehhez képest a mezőny végig tekert 46-os átlaggal ezen a szakaszon, és a végén 5 másodpercben múlott azon, hogy a mezőny utoléri vagy sem a szakevény bolyt. Szóval egészen elképesztő. Így aztán végül litván győzelem született, szlovén második hely, és ott a mezőn sprint, amit hát ott pedig hát centiken múlt, hogy ki hogyan nyer, és ott pedig a mezőnben az elmúlt napokban már jól láttuk, hogy egy marokkói csodálatos fiatalember, 20 éves fiatalember, egy fekete bőrű, elképesztően gyors fiú, aki eddig már több meszt is magán visel, a legjobb sprinter zöld trikóját, és a legjobb fiatal nagyjáró fehér trikót, és hát ő a mezőny sprintet, ahogy szoktuk mondani, ledurrantotta. Így ő lett ma a harmadik helyezett. Beszéljünk egy picit a magyar versenyzőkről, róluk mit tudunk a mai nap után, hogy állnak. Hát tudom, hogy nincsenek külön magyar versenyzők, hiszen különböző csapatokban, de egy picit beszéljünk róluk. Nagyon szorítottunk annak, hogy a versenynek a utolsó harmadában volt egy szökés, ahol egy magyar versenyzés benne volt a három elmenésben, utána a három fős elmenésben, aztán lettek végül négyen, és mondjuk most már hazajönnek, elkezdett távolodni a mezőnytől, a három percből lett négy perc, négy és fél perc, de a tempó olyan nagy lett, hogy sajnos nem bírta ki, így aztán nem lett magyar dobogós ma, viszont egy DKS is fiatal, tehetséges fiatal lett a 11. legjobb magyarként. És hát Kovács Máté azt szeretné itt ezen a helyen is ehhez gratulálni, mert egy ilyen mezőnyben bejönni az első 20-ba, főleg ilyen fiatalként nem egyszerű feladat. Akkor mondhatjuk, hogy az idei futam egy picit most a fiatal titánoknak a versenye is, és a kiugrási lehetőség most az övéké talán, legalábbis most a mai nap úgy tűnik. Hát azt mondanám talán, hogy egy ilyen verseny lehetőség arra, hogy a fiatalok is kibújjanak a nagyok árnyékából, de azért a kerékpársport nem a 20 éveseknek a sportja, a 10 éveseké, azért itt a 25 fölött kezdődik igazán egy kerékpáros megérni a profi sportra, és ugye hát főleg a magasabb szinten, Tour de France szintjén például egy 180 fölötti, 200 fölötti szakaszokat teljesíteni, és az rutinból teljesíteni, ahhoz hatalmas rutin és múlt kell, versenyzői múlt. Hát még semmiről sincs az lekésve, aki 25 éves és nem volt még világbajnok, még bőven lehet. Olyan furcsa hangzik, hogy 25 évesen már idős versenyzőnek számít valaki ebben a sportágban. Mit tippel a holnapi napra? Az a királyi menet, ez tényleg királyi lesz. Gondolom, hogy azért nem lesz egyszerű, holnapra is ilyen hasonló időjárás lesz. Hát igen, ugye a magyar körversenynek is van egy királyatapja, mi így hívjuk ezt a szakaszunkat, mi minden más versenynek, minden más nagy körversenynek megvan a kiemelkedő nehézségű szakasza. Ugye a mai azért volt nehéz, mert a leghosszabb szakasz volt a hatalmas hőségben, holnapi pedig a szintrajz miatt egészen különleges. Idáig minden hegy, amerre jártunk, maximum 200 méter szintkülönbségű volt, holnap ez egy 1000 méteres kékestetőnk. Hát azért be kell gombolni a fiúknak, amiük van. És hát a kékestetőig eljut is nem lesz egyszerű, de is lesz már három hegyi hajrá, a kékes lábam azért még megérkeznek Mátrafüredig, és onnan pedig jön a komoly kihívás a hegy, és Mátraházától az egy igazán kemény csata, hiszen Mátraházától kékestetőig 3,3 kilométer, 300 méter szintkülönbség, az ott azért az úgy húzós. Viszont arra számítunk, hogy nagyon sokan lesznek a nézők, a szurkolók. Már most tudjuk, hogy több mint 400 előnevezőnk van azon a túrán, ami Gyöngyösről fölteker. Nagyjából 5-600 bringásra számítunk Gyöngyös főterén, aki együtt teker föl a Tour de Hongrie mezőnye előtt majd Kékestetőre, és ott fog szurkolni. Meg persze, aki kocsival vagy gyalogja, vagy bármi más közlekedési eszközzel. Reméljük, hogy hatalmas hangulat lesz holnap Kékestetőn is. Hát ezt mi már csak innen Karzagról fogjuk szurkolni a tévé képernyő előtt. Önöknek jó versenyzést és balesetmentes versenyzést kívánunk. Köszönöm szépen, remélem így lesz. Hadd bár!
Az is van. Ilyen díjítás, mindig az egy július Gárdája, ugye német bejegyzésű alakulat, az a tegnap előtti szakasz, amikor egy pillan hajta. Tegnap az első részhajra. Ők az Emlis, de a Völd. Nem tudja megkapodni, hogy köszönöm a Sven Bröckhár, Luxhaber, Mell. És Dex Grün, ugye ők voltak a nevezetek, akik megkezdték ezt a az idei túlt az oldalán 2016-ot. Részéről, csak úgy, mint Lóki Vence, illetve egy kivitát Viktornak. Nem vállalják a feltételeket, ha sisakot utána már csak a beavatott a rizőíten szakaszt is nyert a főtéren, Kossuth téren, övé volt. Fordulatkor Orlander versenyző minden kivésni. Mondjuk talán ők ma a hazai csapat, ez a csapathoz, hiszen Ágost a Mimi volt a csapat tagja sokáig, utánpótlásban igen kiváló eredményei voltak. Ő ma már nem. Hozzatették magukat egyik fegyveres Máté Pályisabba, Kovács Máté és Hajdú Barna. Tegnap egyébként Lanshozban, szélárnyékban, ezt azért nem mindenki vállalja be, és azért a szépen csendben sokszor leadják a taktikai repertoár. Tehát rövidesen is megérkezett. Itt is volt, hogy legyek magányi a négy neves, kell nekünk a majd hely. Most jó helyen állsz, most maradj itt. Nagyon jól éreztük magunkat, mint ahogy polgármester úr fogja elindítani, kooperálva Szepesi Tibor képviselő úrral. Ők ketten adják majd meg a jelet a fiúknak a rajthoz. És ahogy az lenni szokott nagy körversenyeken, vagyis hát nagy versenyek, ahol összetett trikók vannak, a zöld mezben hajtók közötti versenyben harmadik helyen álló Kaupásznak. Ő viszi a hegyi trikót, ugye a hegyi sprintek összetettjében élen állónak járó versenyzőnek elindítják a versenyt.
a királyi etap néhány perccel ezelőtt elindult Karcagról Kékestetőre. Szepesi Tiborral beszélgettünk, egy kis összegzések kérjük erről a mostani túról. Polgármester úr elmondta tegnap, hogy Karcag beírta a nevét a túrok történetébe, hiszen nagyon látványos volt ez a befutó. Ön is így látta, gondolom. Igen, igen, én azt gondolom, hogy rengeteg kerékpáros verseny kerül megrendezésre Magyarországon, nyilván ezek közül kiemelkedik a Tour de Hongrie, főleg az utóbbi években, hiszen egyre magasabban rangsorolják a nemzetközi kerékpár versenyek sorában is. Az ez évi már olyan 2.2-es besorolást kapott, amely azt gondolom, hogy a nemzetközi szinten is elég komolyan megállja a helyét. Tehát már olyan versenyzők is vehetnek részt a magyar versenyen, ahogy itt hallottuk, és az aláírásnál láttuk is, akik már akár a spanyol nagy körversenyen, a Vueltán is tekertek. Tehát mindenképpen egy nagyon rangos kerékpárverseny. Nagyon örülünk annak, hogy Karcagon cél és rajt is megrendezésre került. És hát én azt gondolom, hogy ahogy itt elmondták a többiek is előttem, és ahogy láttuk a versenyzők arcán és a csapatvezetők arcán is, igen jól érezték magukat Karcagon, tehát valószínűleg jól sikerült a szakasz. És hát reméljük, hogy a mai szakaszt is bírni fogja mindenki, hiszen azért, hogy 30 fokba föltekelni a hegybe, azért nem lesz egy egyszerű, de hát ők edzettek, hiszen hallottuk, hogy milyen jeles versenyzők is vannak itt. A magyarok is azért szépen szerepeltek, bár tegnap Karcsitól hallottuk, hogy pont itt a véghajrában csúszott le a negyedik helyre a legjobb magyar. Igen, tehát ahogy mondtam, jelzi az erősségét is azért ez a verseny, ahogy a besorolásából is adódik. Azt nem mondom, hogy le vannak maradva a magyar versenyzők, de hát nyilván van még azért mit tanulni ettől a nemzetközi mezőnytől. És hát természetes, hogy ezért is jó egy ilyen verseny Magyarországon, hiszen kipróbálhatják magukat a magyar versenyzők, megnézhetik, hogy hol tartanak a nemzetközi mezőnyhöz képest. És hát azért én azt gondolom, hogy nem vagyunk azért annyira lemaradva. Tehát ilyen 13., 14. helyen tudott bejönni a legjobb magyar versenyző, ebben a 100 fős mezőnyben azért ez egy óriási dolog. Hát reméljük, hogy mindenki épségben be is fejezi a versenyt, és abban is reménykedhetünk, hogy jövőre harmadik alkalommal is Karcagra érkeznek. Bízunk benne. Hosszú-hosszú előkészítő munka volt ugye az idei verseny is, hiszen már valamikor évelején elkezdődtek azok az egyeztetések a helyszínekkel, az útlezárásokkal, szállásokkal és sok-sok minden apró dologgal, ami egy ilyen verseny szervezésével együtt jár. Természetes, hogy maga a főszervező mindenre nem tud odafigyelni, ezért a helyi dolgok szervezésében azért elég komolyan kell ahhoz besegíteni nekik, hogy zökkenőmentesen tudjon lebonyolódni ez a verseny, akár a cél, akár a rajt ceremóniája. És hát ahogy az egyeztetések zajlanak, én azért nagyon bízom abban, hogy sokszor látjuk még Karcagon a Tour de Hongrie mezőnyét. És hát azért azt is láttuk itt a rajt előtt, hogy meg tegnap este is, hogy vége lett, hogy persze pontosan be van osztva minden, tehát megérkezett, vége elmentek a versenyzők, jöttek az autók, és itt 10 perc alatt kiürült a tér, tehát itt rendet raktak, most is itt pár perce beszélgettünk, már itt mögöttünk a rajtvonalat is mindent rendbe tettek, tehát ez egy nagyon összehangolt csapat. Így van, nem csak a versenyzők, a résztvevő csapatok, a profik, hanem maga a szervezőgárda is, hiszen megköveteli egyrészt a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség, másrészt pedig nem lehet másképp egy ekkora versenyt megszervezni. Nagyon sokan dolgoznak, ahogy látszott is, ugye a motorosoktól kezdve a pályaépítőkig, tehát több száz ember vesz részt abban, hogy már most épül ugye a Kékestetőn a cél, és közben bontják Karcagon a rajtot, ők már mennek a következő rajt helyszínre. Tehát nagyon sok olyan kis brigád dolgozik önállóan, külön-külön, akik részei ennek a nagy egységnek, és ez csak ilyen profi módon lehet. Profi versenyt profi módon. És hát ahogy Karcsi is mondta itt a elköszönő mondataiban, profi volt ismét Karcag, tehát önök, akik megszervezték a karcagi versenyt, úgyhogy én ehhez a lakosok nevében is gratulálhatok, hiszen azért sokan kijöttek megnézni ezt, és találkozunk akkor jövőre ugyanitt, reméljük így lesz. Bízunk benne, és hogyha a köszöneteknél tartunk, akkor természetes, hogy a lakosságának is meg kell köszönni a segítséget, hiszen ebben az évben is óriási türelemmel és odafigyeléssel, hiszen tényleg valóban nagyon sokan, nem csak a célban, hanem folyamatosan az út mellett, és ha jól tudom, akkor a televízióban, hiszen élő televízió közvetítés volt a tegnapi nap folyamán is az egész szakaszról, és elég sokáig láthattuk Karcagot, úgyhogy ez ebből a szempontból is megérte a településünknek, hiszen egy elég komoly televíziós megjelenést láthatott országos médiában az, aki leült a tévé elé, úgyhogy köszönet mindenkinek,
és köszönjük szépen mi is a dicséretet.